Ez a kezdőkör, jó estét kívánok, csapjunk is a közepébe, bemutatom mai vendégeinket, vagy vendégeinket, Somos Zoltánt, egyik vendégünket, Farkas Szilárdot, aki most debütál a műsorban, és hát tulajdonképpen a műsor oszlopos tagja alapillére Horog László van itt velünk. Kezdjük akkor focival, mindig ezzel kezdünk, és akkor ne szakítsuk meg, vagy általában ezzel kezdünk, ne szakítsuk meg ezt a szép hagyományt, majdnem nyert a hétvégén a MOL-Fehérvár FC. Ugye annak idején a 96-os Atlantai Olimpia kapcsán került ez ugye szóba, amikor rendre a végén kaptuk a gólokat, főleg ugye Japán ellen a 90. percben 2-re vezettünk, hogyha lefújják akkor a meccset, akkor nyerünk. Hát most a 93-ban kapta a mezőköves. 94-dik, a 94-es hosszabbítás utolsó másodpercébe gyakorlatilag. Igen. De hát azért ugye hátrányban volt a Vidi, és tulajdonképpen nem rossz manapság egy pont mezőkövesdről, sokan megbecsülik majd, de hát nyilván ez így elég bosszantó volt. Laci, te máshol voltál meccset nézni, de gondolom azért van véleményed erről a meccsről is. Az, hogy nem kapott ki a Vidi, az nagyszerű, csak el kéne kezdeni élni. Tehát ilyenkor a nagy kérdés, hogyha valóban igazi rivális szeretnék lenni a Fradinak, mert a Fradi nyilván majd bepótolja az elmaradt meccseit, valami még februárban lesz. Ők nem gondolnám, hogy nagyon sokat fognak botlani. Tehát én nagyon bízom abban, hogy a Vidi utolérheti, megelőzheti a Fradit, de ahhoz ilyen meccseket könyörtelenül meg kell nyerni, függetlenül a körülményektől. Hát azt hiszem, hogy igen, meg kellett volna nyerni, viszont nem hiába, ugye olvasható mindenhol, hogy hát kisebb-nagyobb gondokkal küzd a Vidi, ugye sérülések, betegségek hátráltatják a csapatot. Hát én már kíváncsian várom, illetve szerintem mindenki várja azt, hogy mi lesz akkor, amikor majd teljes erőből lehet majd válogatni a... De ez lehet kifogás egy olyan csapatnál, amely vállaltan tényleg a Fradival fel akarja venni a versenyt, hogy most van néhány sérültünk, meg néhány betegünk, hiszen szerintem közben tényleg a Liverpoolnál tavaly tavasszal, ahol gyakorlatilag a komplett védelem, meg a gyakorlatilag középpályásnak kellett védőt játszania, ott Jürgen Klopp nem hivatkozott erre, vagy jellemzően nem hivatkozott erre, ott ez tényleg lehet kifogás egy olyan csapatnál, amely évek óta gyakorlatilag második számú csapata, vagy olykor első számú csapata az országnak, és tényleg vállalatlan a Fradival akarja fölvenni a versenyt. Hát szerintem nem lehet kifogás, nagyon egyébként gyönyörű húszárvágásra hoztad be a Liverpoolt, nekem a mezőköves Vidiről nem rögtön ők jutottak volna eszembe, de hát szerintem büszkék rá a fiúk, hogy neked igen. Egyébként azért sem lehet, ez egy érdekes aspektus, mert nyilván a koronavírusos esetekkel nincs mit kezdeni, ott inkább a félelmem van, hogy most akkor megint mi lesz. Remélem, olyan már nem lesz, nem csak labdarúgásban, hanem az egész magyar sportban, mint tavaly volt, amikor tényleg két kézilabda meccs között eltelt 3 hónap, mert éppen vagy az ellenfelek, vagy a csapat volt fele karanténban. Bízunk benne, hogy nem így lesz, de azért nyilván nagy érvágás, hogy mondjuk a gólképes kontingens majdnem teljes egésze pozitív teszt miatt hiányzott, meg még egy stopira, aki azért szintén alapember. Viszont a sérülésekkel én egy kicsit úgy vagyok, ez az, amiről szintén soha nem fogjuk hallani, beszélni az illetékeseket, hogy volt itt olyan edző, aki alatt gyakorlatilag nem volt sérülés. Egy 26 fős keretből mindig mindenki rendelkezésre állt. Most egy ideje, és ezt tényleg nem akarom én senkire ráhúzni kellő információ meg szakértelem hiányában, de ha egy csapatnál egyre másra sérülnek meg a játékosok, akkor azért felmerül, hogy ennek lehet oka, nem feltétlenül csak a bal szerencse vagy a csillagok állása. És hát valóban azért ahhoz, hogy a Vidit mondjuk a Fradival legalább reményeinkben egy lapon tudjuk említeni, azért itt a teljes keretre szükség lenne, újonnan igazoltaktól kezdve tényleg a valaha jó formát mutatott játékosok újabb legjobb formájára. Szóval, hogyha itt folyamatosan az lesz, hogy nem tudom, egyet vagy kettőt tudott cserélni Szabics Imre, miközben Pintér Attila 5-öt, és nem csak azért, mert... Hát ez is őt igazolja. Igen, tehát hogy azért kellene a teljes keret, és nyilván majd Sallói Istvánék vagy az illetékesek megnézik, hogy mi az oka annak, hogy egymást érik a sérülések. Szerintem ennek nem feltétlenül kellene így lennie. Sallói és Szabics jóban vannak, szerintetek? Laci tudja biztos. Úgy gondolom, hogy igen, annak idén Dárdai Pál stábjában együtt dolgoztak. Én azt hiszem, a bizalom él a Sallói részéről az Imrével szemben. Sallói kicsit érdekes karakterű, azt mondta nekem többször Egerszegen és akárhol volt, hogy itt ő dönt az átigazolásokról, személycserékről,
És az edzőnek nyilván van beleszólása, de sahogy szoktam mondani mindig, hogy a sportigazgató általában marad, és az edző megy, itt most szerintem ilyenről nincs szó, sőt, biztos, hogy nincs. Itt el kéne kezdeni nyerni, és talán egy picivel jobb játék, tehát, mert a játékot sem érzem igazán. A Kisvárda meccsen jól játszottak, utána a következő hazajön a Kenan Kodró, ő fordította meg a meccset, ott se éreztem, hogy dominál a Vidóton. Még az édesapját láttam annak idén Tenerife-n, Real Madridban is játszott, egy zseniális futballista volt, egy elképesztő tudású bosnyák, és a fia, ahogy bejött azon a meccsen csereként, ő is olyan dolgokat mutatott a futballról, én úgy gondolom, hogy komoly értéke lesz a Vidinek. Tehát itt nincs különösebb baj a játékkal, vereség sincs, csak amit mondtam is, hogy ezeket a meccseket azért meg kéne nyerni ahhoz, hogy tényleg ott legyünk a végelszámolásnál. És ez akkor lenne érdekes, hogy ha Szilárdhoz fordulok, hogyha Szilárd olyan MOL-Fehérvár FC sajtósa volt, még nem is olyan rége, hogyha mondjuk Szabics is ott lett volna, amikor te ott dolgoztál, meg, vagy Csallói, vagy mind a ketten, de hát sajnos nem. De egyébként ilyenkor milyen bent a hangulat az irodán belül, amikor, mert azért a te fél éves vagy bőfél éves pályafutásod alatt is azért volt egy időszak, amikor nem nyert a Vidi. Igen, hát ilyenkor nyilván tényleg azt mondhatom, hogy ez egy nagy család volt, és egy nagy család még mindig, én azt hiszem, bár most már ugye nem vagyok ott, de tényleg egy... a Médiacentrum családjába tartozol. Új familiát alapítottam. Új familiát alapítottam, igen, de viccet félretéve. Tényleg igaz volt az a közszeg, hogy együtt sírtunk, együtt nevettünk mindenen. Amikor nyert a csapat, akkor nyilván nem csak a szurkolók, hanem mi is jobbkedvűek voltunk. Amikor vesztettek, akkor pedig együtt szomorkodtunk, és tényleg megvolt az összetartó erő, ami azt jelentette, hogy mindent együtt. Nyilván nem lenne etikus, meg nem is fogsz tudni mindent, meg nem is akarna mindent elmondani. Engem azért nagyon érdekelne ez a belső kommunikáció a klubon belül, és elmondom, hogy miért, mert amit mi kívülről látunk, az az, hogy van egy nagyon-nagyon profi honlapja a Vidinek. Gyakorlatilag akár a videós tartalmakat, akár az információs tartalmat nézzük, ők arra fektetik a hangsúlyt, hogy ezen keresztül kommunikálnak tulajdonképpen a külvilággal, ami ma a 21. században egy abszolút legitim dolog, tehát az, hogy mondjuk egy YouTube csatornán, a klub honlapján ott jöjjenek elő az információk. De pont tegnap beszélgettem egy fiatal szerkesztővel, aki a Honvédnak a televíziós magazinját csinálja egy stábban, és ő mondta, hogy nem nagyon van ma már Magyarországon se olyan futballklub, amelyik megengedheti magának, hogy noha mondjuk kéri a televízió, hogy legyen magazinnal jelen. Ugye tudjuk Fradi TV, a Diósgyőrnek, a Vasasnak, az MTK-nak, a Kispestnek, mindenkinek van magazinja, mert adásidő van rá dögivel. És ő azt mondta, hogy többször megkeresték, és fel is ajánlották a Vidinek, hogy legyártanák ezt a magazint, és a MOL Fehérvár nem kér belőle. Tehát nem akar ilyen módon országos nyilvánosságba kerülni. Ami azt gondolom, hogy nem tudom pontosan mi motiválja, nyilván meg lehet azzal indokolni, hogy ha van egyszer egy honlap, ahol megjelennek ezek a tartalmak, és ők pontosan annyit közölnek, amennyit ők fontosnak tartanak, hát akkor azt nézzék meg ott az emberek. De gondolom, hogy azért ez egy komoly dilemma lehet, mondjuk például a kommunikációs szakembereknek, hogy mi módon, hányféleképpen nyilvánulhatnak meg, és hol a Vidivel kapcsolatban. Miközben azért tényleg, hogy Tomi is mondta, az ország egyik élcsapatáról lenne szó, amelyikre, hát most legyünk optimisták, sokan kíváncsiak. Tehát várnák azért a minél több fajta nyilvánosságban való jelenlétet. De hát nyilván nem ez dönti el persze a meccseket, ez csak egy ilyen érdekes adalék szerintem. Benne most az merült fel egyébként kérdésként, mert tök jó, amit elmondtál, miért beszélgettél te egy Honvédot szerkesztővel? Nem tudtam, hogy az. Ja? Egy fiatal kolléga volt, szóba került, aztán kiderült, hogy dolgozik ott, igen. De Kisvárdán meg most boldogok, tehát azért hányan mertünk volna arra fogadni, hogy itt szeptember 14-én majd a Kisvárda áll a tabella élén. Mert az, hogy két kör után az belefér, de hogy pont a Kisvárda. Hát ha valaki tudja a kisvárdai titkokat, az csak Laci lehet. Tehát aki már Tenerife-n látta Kodró apját, érted, az annak egy Kisvárda. De a Reálban viszont nem. Tehát az nem, a Barcelonában játszott, nem a Reálban, nem. A Barcelonában játszott öreg Kodró. A Tenerife-ben az biztos, az egy Real Sociedad meccs volt. Kisvárdán érdekes volt, hogy a hatodik erő minden idők legjobb szereplése után Supp Katilának megköszönték. Én azt nem éreztem indokoltnak, hivatkoztak modellváltásra, koncepcióra, saját nevelésű fiatalok, akik döntően ukránok, az ő beépítésük a csapatba, de úgy tűnik, hogy bejött, és ez a João Janeiro, ő nagyon jól dolgozott Szegeden, emlékszem rá, a Vidivel másfél évvel ezelőtt a kupameccsen nagyon nagy szerencsével büntető párbaj,
Nak nézett ki, és aztán Carrió előtte pár héttel került a Vidihez, nagy nehezen továbbítottunk, és nagyon szervezett volt az a Szeged, és nagyon szervezett ez a mostani Kisvárda is. Tehát én úgy gondolom, hogy... Hát hogyha Sallóit mondtad, hogy ő az a típusú menedzser, aki mindent, akkor ott Kisvárdán ez Révész még inkább Attila, így van, mert ő szerintem Révész Attila... ő még a takarítónőket is maga foglalkoztatja, vagy választja ki, nem hiszem, hogy bármibe, bárkinek beleszólása a van. A búját is ő mondja meg, hogy hova került. Tehát egy edző ezt elfogadja, akkor működik a rendszer, hanem nem. Tehát volt olyan, hogy utolsó fordulóban benne kellett maradniuk, és ő meccselt, mondta, hogy a vezetőedző marad, de ő fogja megmondani, ki és mikor jön be. De úgy tűnik, hogy... Ez a dolog, a rendszer jó van felépítve, legalábbis a tabellán elfoglalt helyezésük, illetőleg az elmúlt néhány év az élvonalban különösebb gond nélkül maradtak benn, és most jól is játszanak. Tehát nem szerencsében vannak ott az élen, biztos jönnek majd olyan meccsek, amit nem fognak megnyerni, de én úgy gondolom, hogy nagyon nagy meglepetés nekem is, de a játékuk alapján viszont nem feltétlenül. Ezt akkor bedobhatnám a nem feltétlenül álló vízbe az örök kérdés, hogy tényleg szükség van-e a Magyar NB1-nek egy Kisvárdára? Tehát ha nézőszámot nézzük. Hát, amikor éppen az első helyen áll, akkor nyilván ez nem valid a kérdés, de hát igen, ez egy régi dilemma. Én nagyon ritkán olvasok most már úgy a magyar futballeműködet, tehát tényleg nyilván a Fehérvárra kapcsolatos, meg a legérdekesebb történéseket. De amit mostanában mindig megnézek, az NB2-es meccskövetés, meg tudósítás. Mert jelen pillanatban azért ott, ahol tényleg nagyvárosok, megyeszékhelyek, 100 éves NB1-es múlttal rendelkező csapatok minden héten gyakorlatilag... Meg a Csákvár, hát, mondhatom, hogy, meg a Csákvár, hogy rangadót játszanak, tényleg Szegedtől Pécsen át Békés Csaba, Nyíregyháza, Győr, tehát olyan csapatok, hogy az én gyerekkoromban az elképzelhetetlen volt, hogy ez ne az NB1-ben legyen, és akkor mondjuk volt is még 6-7 ezer néző meccsenként. Nyilván ez egy torz, vagy valamilyen módon azért kicsit ilyen groteszk helyzet, hogy valóban Kisvárda mezőkövesdet követünk az NB1-ben, miközben mondjuk a Pécs a Győrrel az NB2-ben játszik azért, hogy mondjuk a Vasas mögött, vagy a tavaly a Debrecen mögött majd ki tud még esetleg odaférni. Ez egy egyszerűnek tűnő képlet, miután a magyar sportban, a futballban különösen állami vagy az államhoz köthető pénzek érkeznek, ezért az adott politikai erős ember, ahol szereti a futballt, ott alakultak ki olyan települések, amelyek élvonalbi csapattal rendelkeznek. Tálai András révén a Mezőkövesd, aki a megye egyből kezdte el az építkezést. Nem hiszem, hogy sok előre tartó MB2-es volt, MB3-as a Kisvárda, ott is volt az aktuálisan egyik legerősebb magyar politikus. És valóban átrendeződtek a térképek. Pécset is, vasárnap elmentem egyébként a Pécs-Csákvár mérkőzésre kalandvágyból. És, Pécs szép, nem? Egyik legszebb magyar város, hát mire vársz? Továbbra is, és lesz ott futball is, tehát azt mondják, hogy ott lesz stadion, sok helyen mondják, hogy lesz. A Honvéd stadionját építik? Nem láttam. A Honvéd stadion lesz az nem láttam. Elvileg annak a nagyon kicsi átalakításos mása fog Pécset, ami nagyon szépnek tűnik, bár még nem voltam Kispesten, nagyon szeretném megnézni. Színeket nem kell változtatni. Jó, azt hiszem, nem mondasz értékítéletet ezzel, tudom, tényleg óvatos vagy. Én azért azt mondom, hogy ez így nem jó. Ez se nem jó, hogy ilyen csapatok vannak, és az se, amit te mondasz, hogy valamiféle politikai erőtér alapján rendeződik át egy országos bajnokság, azért nehéz elképzelni ezt más országban. Tényleg pont akartam hozni az olaszokat, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt kigondolta volna, hogy az Atalanta majd a bajnokok ligájában játszik, a Sassuolo meg ott lesz a top 6-ban. És tényleg nagy de csapatok vásul. De gyanítom, hogy nem államtitkári háttér miatt. Tehát, hogy gazdasági, piaci, meg sportszakmai átrendeződés az történik mindig nyilván. Volt az olaszoknál is Hellas Verona, vagy hogy hívták a Kuglov gyáros? Kijevo. Maluani Kijevo. Igen. Tehát voltak csapatok, akik be tudtak robbanni, de azért hosszabb távon nyilván ne elképzelhetetlen, ne az Inter, a Juve, a Milán menjen a bajnoki címért. Hát most ott is egy én kicsit mondtam más. Az összefüggést, miután mondom, állami vagy államhoz köthető pénzek, innentől kezdve az adott erős embernek szava van. Olaszoknál is aztán volt még Adriano Galliani, még Milán elnökként emelte fel a szavát, ott is jöttek ilyen kis csapatok, hogy Carpi, Frosinone, Crotone, aztán valóban kikopnak, de aztán jött Spalferrara, tehát Benevento, tehát jöttek olyan klubok, amelyek aztán nem, a Sassuolo mondjuk életben maradt, és nagyon komoly, ott mindig kíváncsi gondoltam arra, hogy mi lehet az oka, hogy komoly szakmát tudtak felépíteni. A válogatottba is delegáltak most játékot az EB-re. Egy jó akkreditáció, egy Sassuolóra. De nagyon nehéz a Covid időszakban, nagyon nehéz. De az biztos, hogy mondom, Magyarországon valahol
ez az összefüggés így életképes, az más kérdés, hogy amiben van igazad, hogy olyan klubok, de valami miatt Sopronban nem tudnak focit csinálni, Szegeden igazi focit nem tudnak, Békés Csabán nem tudnak, tehát vannak olyan városok, ahol kellene, hogy legyen a társadalmi berendeződés, a lélekszám, a futballszeretet, de valami miatt hiányzik vagy az a politikus, vagy az a szakmai nekem, ember, de nekem ez nem is lenne, nem is lenne bajom, mert ez rendben van, mert tényleg ezek a települések, amiket elmondtál, ott nem, valami miatt nem. De hogy nekem azzal van bajom, hogy közben meg olyan helyeken van foci, ahol meg nincs érdek. Tehát nem érdekli az embereket feltétlenül. Tehát nincs azért tehet ház, és akkor ide hozhatnám még tényleg a magyar labdarúgás szerintem egyik legnagyobb rejtélyét ebben a tekintetben a 13 darab regisztrált ultrájával, ugye az MTK-t. Tehát hogy és akkor mellette, és nyilván ma már egy Paksra is úgy tekintünk, hogy milyen régóta itt van, hiszen most már 15, 6, 7 éve stabilan első osztályú. De én emlékszem, mikor én elkezdtem focit nézni, akkor volt, azt hiszem, akkor éppen Paksi Ase Ese néven szerepeltek a NB2-ben, és egy nagyon szimpatikus csapat volt, és sose gondoltam volna, hogy majd nemzetközi kupában induló első osztályú. De Pakson azért úgy helyen közel érdekli az ember. Egy nagyon érdekes példa, mert a magyar futballban dolgoznak azért, én általam zseninek tartott emberek, például Haraszti Zsoltot én kimondottan annak tartom. Pakson volt két csapat, volt az ASE és volt az atomerőmű. És MB2, MB3, és aztán az atomerőmű elengedte úgy a kezét az ő futballklubjának, és a másikat elkezdték építeni. És mondom, nagyon jó a projektjük, és 19.600-as város. Hogyha elindul a Paks 2, ebből 40.000-eset szeretnének csinálni, akkor már úgy gondolom, hogy lélekszám is egy jó módú város most is, még inkább az lesz. Ott van egy ember, aki nagyon érzi a futballt sportszakmai részét, hiszen maga is labdarúgó volt, a nagyobbik fia játszott Vidibe, Fradiba, most az MTK-ban, a kisebbik fia, ha nem sérül meg, nemzetközi karriert futott volna be, azt mondják, mert én játszani nem láttam. Tehát ő van egy koncepciója, ahol megtalálta a főszponzort, az MPM-hez tartozó atomerőművet, és magyarokból építkezik, keresi a felvidéki vagy a délvidéki magyar fiúkat, akik azonnali segítséget tudnak adni, de annyira már van jó csapat a Paks, hogy hirtelen azért nem hoznak külhoni magyart, hogy legyen ilyen játékos is, hogyha aktívan nem tud segíteni. De az biztos, hogy sokszor én is felmerült a kérdés, hogy feltétlenül egy 20.000-es városnak helye van, de aztán jöttek most már kisebb lélekszámú települések a magyar élvonalba. Igen, nem a Paksa, hanem a magyar Bilbao, ugye a Paksa tényleg a... kizárólag a hazaiból dolgozik. Egy bár. Igen. De valóban annak idején emlékszem, hogy egy Tiszakécske felkerült valamikor 90-es évek közepén, és akkor gyorsan elmentünk megnézve, tudtuk, hogy ez most majd egy szezon, aztán utána azt is elfelejtjük, hogy volt ilyen csapat, és hát tényleg így volt, de el kellett menni megnézni, hogy mi az, hogy Tiszakécskén NB1-es meccs, mondjuk a Gászer játszott ott, az se lett hosszabb sztori sokkal. De hogy ilyenek voltak, és azt mondtad, jó, hát egyszer. Harmadik kerület. PVSK volt NB, már előre, most mondhatok olyan csapatokat, ahol volt nagy testvér Árnyékában. És ez oké, de akkor volt, hogy 18, volt, hogy 20 csapatos, volt, hogy 16 csapatos volt az NB1, elfért. Most jelenleg, ha kibővítenék 16-ra, még akkor is följönne, jó esetben egy Vasas, följönne esetleg egy, nem tudom, Nyíregyháza, vagy a Győr, vagy a Pécs, és akkor még mindig ott lenne a rész wrestliben olyan, ahol szerintem egyébként lennie kellene futballnak, tényleg ha piaci alapról, ha tömegigényről beszélnénk. De hát most ez van, most ez a, mint ahogy nyilván nézőszám se lesz már olyan, hogy egy Vidita Tabányán voltak, tehát 7000-en a 80-as években. Annak idején emlékszem, hogyha néztük akkor még Népsportban a újságban is, hogy láttuk ilyen valahogy 1000 néző, az mindig Csepel volt, és mindig röhögtünk, hogy hát Csepel 1000 néző, most 1200 az simán van egy nézőszám, mondjuk egy kis Várdán. Hát azt is meg lehetne egyébként, ha már nézőszámot hozod, meg lehetne tölteni egy műsort, hogy ugye ott 2000, mikor? 2009-ben, 10-ben mondta ugye Csányi Sándor, hogy az a cél, hogy már nem emlékszem pontosan, hogy 5 vagy 10 évet mondott, de hogy 10.000 legyen az átlag nézőszám. Ugye a magyar NB1-ben ugye ez nincs meg. Tehát ugye ez még a Fradinál sincs meg a 10.000-es átlag nézőszám. Tehát, hogy azért... Jó, de lehet, hogy egyiket az nem is reális, nem csak Csányi túlzása miatt. Tehát, hogyha megnézzük a környező országokat, szerintem még a futball szakmailag irigyelt országokat is, se Horvátországba, se Szerbiába,
szerintem Szlovákiában sem, tehát nincs, ebben a régióban nincsenek 30 ezres nézőszámok stadionokban, nem tölti meg, egyszerűen ez valahogy nem reális most. Nyilván az más kérdés, hogy a futballjuk hol tart, vagy hogy akkor miből termel bevételt, de sehol nem a nagy stadionokból és a rengeteg nézőből. Osztrákoknál volt még egy ilyen 9500-10000 a két gazdag bécsi klub, a Salzburg révén, de az biztos, hogy annyival nem lett rosszabb a futballunk szerintem az elmúlt 15-20 évben, amennyivel kevesebben járnak meccsekre, ami én úgy gondolom, hogy befolyásolja... Szerintem jobb lett. Szerintem is jobb lett, de befolyásolja a végtelen túlkínálat. Tehát azért a mi gyerekkorunkból, középiskolás éveinkből, szombaton nem volt ilyen szintű jégkorong Fehérváron, a kosárlabda a Vidibe volt 5.-6. helyen, az Arév NB1-bés volt, női kézilabda NB1-bés volt, és a szombat délután teljesen nyilvánvaló volt, hogy Vidi meccs. Nem volt mese. Persze, semmi más. Akkor azt tudtuk a környező országok... És tévében se semmi. Semmi, azt tudtuk, tehát teljesen nyilvánvaló volt, nem volt Hollywood multiplex, nem volt internet, tehát nem volt az, ami most zajlik, hogy hazamész, van 7-es sportcsatornánk, abból 5-ön biztos, hogy minőségi foci megy, és ott nagyon kell szeretni azt az egyesületet, hogy mondjuk egy tévébe egy Kisvárda mezőkövest válasszál, egy Manchester United Chelsea, egy Bayern Dortmund helyett. Tehát az elszívó hatás roppant jelentős, és mondom, érzelmileg, ha nincs meg a kötődésed, nagyon nehéz megmagyarázni egy ismerősnek, aki meglátogat, hogy most akkor kimegyünk a Vidi Zetére. Márpedig ki lehetne menni, tehát akkor annyit tudtunk, hogy május 24 vagy 25, 8-30 BL döntő, vagy BEC döntő. És nem volt információnk a semmiről. Most kimegyünk, megnézzük a telefonunkat, és rögtön tudjuk, hogy mi történt a világ túlsó oldalán. Felgyorsult a világ, a magyar futball ezzel nem is tartott lépést, meg valóban az, hogy végtelen kínálat van. Nagyon minőségi sportokból, nem csak futballból, és ilyenkor úgy gondolom, hogy nem feltétlenül a futballt választják azok, akiknek az a tökéletes érzelmi kötődés, vagy a családi vonatkozás nincs meg. Egyébként egy pillanatra visszatérve még a Kisvárdára, szerintem nem baj a foci népszerűsödésének, vagy népszerűsítésének a szempontjából, mert ha csak kicsit párhuzamot vonjunk ugye a Pakssal, amikor a Paks bekerült, vagy beütött a nemzetközi kupába, akkor egy kicsit mindenki paksi volt. Mi is elmentünk a barátainkkal, és sörözőben megnéztük jókedvűen ugye a Paks mérkőzést, és akkor szurkoltunk a Paksnak. Nem baj, hogyha nagyobb merítésből lehet választani, nem baj, hogyha egy Kisvárdának is lehet szurkolni, mert ez is csak ahhoz járul hozzá, hogy mekkora mértékben az, hogy meglátjuk, de hogy mi népszerűsítse a focit. Van igazság benne, azt mondom, hogy a Paksnak én is tudok szurkolni, nem csak az említett Haraszti úr miatt, meg a színek miatt, hanem mert tele van magyarra. Hát Kisvárdával már kevésbé tudok azonosulni, mert hirtelen nem is tudnék magyar játékos mondani. Színeket kellene váltani. Kisvárdával. Tényleg, meg kell várni, hogy milyen eredményeket érnek el, hogy nekik is tudunk-e majd szurkolni, hiszen akkor ők is a mi magyar csapatunk nagyon lesz. Innét köthetek is át, akkor ugye nemzetközi kupák indulnak ugye a héten, ugye a csoportmeccsek, akkor kezdjük a Fradival. Tudtok-e szurkolni a Fradinak például Leverkusen ellen? Jaj, de milyen provokatív kérdés ez, könyörgöm, de tényleg, mit mondjuk itt a Fehérvár televízió, hajrá Fradi, hát hogy ne tudnánk szurkolni? De ha meg azt mondom, hogy nem, akkor meg rámondják, hogy politika miatt nem, ja Istenem. Ezeket mondjuk, ez például egy nagyon jó kérdés amúgy Fraditól függetlenül, mert ez állandó vita téma. Olvasol mondjuk angol foci fórumot, és ott nem kérdés, hogy egy liverpooli szurkoló az kaján kárörömmel veszi tudomásul, ha a Manchester United be se jutott a BL-be. Vagy az Arsenal, amelyik most majdhogy nem kiesik alul az újságból, annyira rossz szezont fut. És ha mondjuk ő kikap az Európa Ligába majd egy, nem tudom én, kisinyovi csapattól, akkor a United szurkolók röhögni fognak rajta. Nálunk meg, ha én azt mondom, hogy jó, ha Fradi kikapott a, jaj, de jó, csapkodom a térdemet, amikor ugye, nem tudom én, nemrég még ugye milyen Szarajevó verte ki, meg albán ellenfél a selejtezőben, hát akkor én egy hazaáruló vagyok, meg hazafiatlan, meg miért nem szurkolok a magyar csapatnak. Szerintem azért azt tudomásul kell venni, hogy a klub szimpátia az mindig klub unszimpátiával is jár, hiszen óriási ellentétek vannak szurkolói szinte. Lehet, hogy egy újságírótól amúgy ez nem szakmai, de ha a szurkoló jön ki belőlem, akkor azt mondom, hogy miért ne lehetne kárőrvendő az ember. Most egy kicsit más azért a csoportkör, nyilván az már eleve egy elismerésre méltó teljesítmény. De én speciál nyugodtan fogok aludni, akik kapnak a Leverkusentől, tehát semmi baj nem lesz. Egy ismerősöm, egy fővárosi fogalmazta meg, amikor a Vidi kiesett az Ararat Jereván ellen, hogy nem komállak benneteket, de nagyon szurkoltam nektek, mert a magyar futballnak nagyon jót tett volna, ha Vidi is ott van mondjuk az Európa Liga
vagy a Európa Konferencia Liga aktuálisan csoportkörében. Tehát valóban engem se ráz meg különösebben, de nyilvánvalóan, ha lehet választani, hogy mondjuk Young Boys Bern vagy Ferencváros, akkor vitán felül Ferencváros. Mint ahogy annak idén volt ez a Gászer-Vidi rivalizálás, és a vidi drukkerek zsigerből gyűlölték a Gászert. Csak annyit mondtam, hogy itt van egy szolgáltatás, amit egy velencei tagjú vállalkozó behozott Fehérvárra. Amikor a Vidi elment Diósgyőrbe, ami egy örökkévalóság volt autópálya nélkül, akkor ők dönthettek arról, hogy van itt egy lehetőség, hogy megnézhetik a Fradit, az Újpestet, a Sóstői stadionba, 5 órakor volt a kezdés, fél 5-kor elsétálnak, és ha akarja ezt a szolgáltatást, megveszi, ha nem, nem. Mint ahogy a Fradi kapcsán is azért, amikor itt volt egy Juventus, itt volt egy Dinamo Kiev, előzőleg egy Dinamo Zagreb, itt volt a Barcelona, akkor én úgy gondolom, hogy ők hoztak egy szolgáltatást, ami egy nagyon minőségi volt világszínvonal, amiért nem kellett elmenni 1500 kilométert, és jó, fél napot repülőzni. De ez más az, hogy szurkolsz nekik, persze, hogy mindenki megnézi a Barcelonát. De miután... Hát az a nagy kérdés, hogyha úgy alakul, akkor mondjuk egy Barcelona miatt mész ki a stadionba, vagy azért mész ki, mert szurkolni akarsz a Fradinak? Hát 80%. Én is voltam United mezben, Debrecen United selejtező. Túlélted. Jó, volt rajtam fel, hogy melegít. Volt rajtam, egy IVRC-met, ez azért volt fel. Biztos, ami biztos. Az biztos, hogy én úgy gondolom, hogy annyira elkerültek bennünket a sikerek. Voltunk most a 2 EB-n, de 86 óta nem voltunk VB-n. A klub szinten is 15 évente volt magyar a BL-ben, vagy a BEC-ben. Én úgy gondolom, hogy mindennek örülni kell, és tényleg ez a magyarok vagyunk. Ilyenkor én úgy gondolom, hogy át kell jönnie, és tényleg tudok őszintén szurkolni a Fradinak, és meg is fogom tenni túl azon, hogy nyilván nekem se a szívem csücske a klub. Szilárd, tehát neked a Farkas, Ferencváró, tehát elférted, tehát hogy van azért kötődésed, úgy látom. Voltam már Fradi pályán, és persze csak vidi színekben annak idején, de én azt mondom, hogy a tavalyi, illetve az előző szezonbéli BL sorsolás, az egy hatalmas reklámja volt a Fradinak és a magyar focinak egyszerre. Voltak is jó teljesítmények, ugye a Barcelona ellen is úgy, ahogy megálltuk a helyünket bizonyos helyzetekben. Mondom ezt most ugye, mintha fradista lennék. Nagyon, tehát szimpatikus. Igen. és az, hogy itt szerepeltek a fradisták tavaly. Nekem nyugodtan mondhat, hogy szerepeltünk. Az bizonyára magával hozza azt, hogy ismét csak nagyobb lesz az érdeklődés, a nem fradista is szerintem meg fogja nézni, vagy megnézheti ezeket a meccseket. És szurkolhat is a Fradinak, és hát ugye ma pedig kezdődik a Bajnokok Ligája, meg holnap meg folytatódik. Hát ugye ott van, ilyen, ugye, de ez olyan, hogy amikor meg van egy jó magyar játékos, ne adj Isten, több jó magyar játékos, akik még kezdenek is ugye egy-egy csapatban, akkor meg mindenki kicsit olyan lesz. Tehát most azért nyilván a fél ország kicsit Lipcsei, nem? Nem Lipcsei Peti, nem Peti, de hát Gulácsi lett most a Lipcsei Peti, ugye, mint csapatkapitány, de hogy majd a City ellen kezdenek, nem sok esélye, nem? Tehát így a Bundesligában 4 meccs, 3 zacskó. Tehát amit a Bayern ellen mutattak az alapján, ez az európai csúcs színvonal, ez még azért sok nekik. Ott is ugye edzőváltás volt, ilyenkor mindig egy kicsit átmeneti időszakot él meg egy csapat, nem a klub, de maga a csapat, hiszen nyilván egy új struktúrában, új edzővel. Bár ugye ez a Red Bull iskola, ez híres arról, hogy tényleg mindig van valami átmenet, nem tesznek oda olyan embert, aki nem ismeri ezt a metódust, nem abból a felhozatalból alakítja ki a saját iskoláját. Úgyhogy, de hát persze, például a Lipcsének tényleg, tehát Dominik miatt, akit azért nyugodtan tekinthetünk a saját kutyánkölykének, duplán itt Fehérváron, vagy triplán, vagy Gulácsi miatt, vagy akár Vili Orbán miatt tud az ember szurkolni, úgy is, hogy érzelmileg magához a klubhoz nem kötődik. Nem tudom, ők már elődöntőnél jártak, tehát nyilván nehéz azt mondani, hogy outsiderek vagy teljesen esélytelenek. Inkább azt gondolom, hogy a City olyan erős jelen pillanatban, hogy azért egy ilyen párosításban egyértelműen esélyes. Laci? A Red Bull nagyon professzionálisan építkező klub, tehát most már a tengeren túlon, Dél-Amerikában. Valóban ez a Jesse Marsh megmérték, Red Bull Salzburgnál bizonyított, utána megkapta a lehetőséget így Nagelsmann távozása után. Egy nagyon jó projekt, és tényleg az építkezés, amit az Oli mondott, hogy először az első BL idényükben nem is nagyon nyertek, nem is nagyon emlékszem, mert az Európa Ligában mentek, aztán oda visszazuhantak, és aztán egyre jobban, és most már közvetlenül ott kopogtatnak a,
a kapun. Az más kérdés, hogy a Bayern München most derült ki, hogy micsoda más dimenzióba futbolozik, mint az összes többi német csapat. Dárdé Paléjékat is megverték, de körülbelül ugyanez volt a különbség a hétvégi meccsen a Red Bull-al szemben is, tehát aztán én nagyon szurkoltam, Paléknak végre nyertek Bohumba, de az biztos, hogy egy német élvonalba is eljutni odáig, hogy stabilan dobogós vagy, esetleg az aranyérit is harcolsz, az egy nagyon komoly strukturális előrelépést sejtett. De nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a City ellenők ők valóban reális eséllyel lépjenek pályára. Most egyébként mondtad az építkezés, most nincs meg, hogy ki, de valamelyik Lipsei játékos, ugye pont Marcel Sabitzer eladása kapcsán fakad ki magából, hogy rendben van, hogy itt ilyen meg olyan célok, de ha mindig eladjuk a legjobbjainkat... Ez Willi Orbán, Willi Orbán volt. Volt? Igen, Willi Orbán. Hogyha mindig eladjuk a legjobbjainkat, akkor hova az építkezés? És ez tényleg így van, hogy picit, ugye a Dortmundnak is ez az egyik legnagyobb problémája, mivel nem tudja fölvenni a versenyt rendesen a Bayernnel, hogy tényleg tele van fiatal, most ugye éppen tele vannak fiatal angolokkal, hogy elhozzák egy szintig, és aztán akkor meg viszik, és nem tudják megtartani. Igen, de nehezen tudom elképzelni, például Jadon Sancho mondjuk így 20 évesen a Bayern Münchenből eligazolt volna a Unitedhoz, még Dortmundból még vágyódott is el. Ezek a szerepek mindig le vannak osztva. Beszéltük itt a magyar futball kapcsán is a hagyományokról. Szerintem azt Németországban is mindenki tudomásul veszi, hogy a Bayern az egy külön liga, nem tudom, 10 évenként egyszer esetleg nem nyeri meg a bajnokságot, főleg amióta ennyire tényleg a pénzi szerepet játszik, és az, hogy egy Lewandowskit el tudnak vinni a legnagyobb riválisuktól, hogy bárkit el tudnak vinni, akár olyat is, akit aztán ők maguk is kipöckölnek, mert egy Götze az semmi sót nem evett meg, miközben a Dortmundban meg azt gondolták, hogy az a legnagyobb érvágás, hogy őt kiveszik onnan. Tehát, hogy a Bayern az egy külön kaszt. De most azt mondják ők is, hogy hol lenne nekik drága. Hát aztán majd kiderül, hogy mégsem annyira drága, de ahol megvan ez a fajta, hogy mondjam, történelmi tradíció és folyamatosan, még az utált csapatok esetében is azt mondod, hogy oké, de például a City te is azért gyűlölöd, igazából nem csak azért, mert... Nem gyűlölöm, mert egy kellemes, szimpatikus kis csapat. Túl erősen fogalmaztam. Nem csak gyűlölöm szurkolóként nem szeretett, hanem azért is, mert ők például ezzel a fajta állandó nagy csapat identitással soha nem rendelkeztek. Ők arab milliárdosok, feneketlen pénztárcájának köszönhetően. De mégis azt gondolják, tehát engem ez a City jelenség az, ami nagyon zavar, hogy mégis azt gondolják, hogy ők nem. Tehát Manchesterben van egy csapat, ez a Manchester United, és van mellette a City az olajmilliárdokból. És majd, amikor mindenki elektromos autóval jár, akkor a City a helyére kerül, a Championship-ben lesz egy liftező együttes. Még a Unitednak tradíciói vannak, de nyilván ez ugye a magyar foci kapcsán beszélgetünk erről, hagyományok, és tényleg a nagy erős megmondó emberek, csak ott nem a politika, hanem igen, az olaj. Soha nem leszek sajnos, mert ez így adatott, de ha valami lennék a világ futballban, az Dortmund szurkoló. Tehát én azt gondolom, hogy a Dortmund szurkoló az egy olyan identitás, egy olyan közösséghez való tartozás, ami hangulatában, érzéseiben, elképesztő atmoszférájában tényleg különleges lehet, azzal a tudattal együtt, hogy az is hozzátartozik, hogy 10-ből 8-szor nagyon keserűen és nagyon szomorúan fogom anyázni a Bayern Münchent, aki megint lerabolt, elvitt, megvert, megelőzött, vagy a BL döntőben, vagy csak a Bundesligában, de az mégis egy közösségi feeling lehet oda tartozni. Európa valószínűleg legnagyobb létszámú átlag néző közönségével, azért 80 ezer emberrel meccsenként, tehát ez brutális. Ez mondjuk a Citynek szerintem nincs meg, ott ez a fajta, bár aki nyilván még a... Hát a Premier League-ben most amúgy is olyan drágák a jegyek, hogy igazi vérbeli szurkoló az ilyen karácsonyra kap egy jegyet, hogy akkor kimehetsz a, mit tudom én, a tényleg a Colchester elleni ligakupa visszavágó mérkőzésre, vagy nem, tehát hogy tényleg ott azért látszik, hogy... Jó, de lehet, hogy közben szilárd meg titokba a City, szóval nem tudjuk. Lehet, hogy van köztünk egy City is. Én életemben nem találkoztam még City szurkolóval, de tényleg. Na most, emeld fel a kezed. Én találkoztam City szurkolóval, sport, de Manchesteri kollégám. Édes City szurkoló volt, illetve még igaz. Én megmondom őszintén, akkor hogy... Akkor tudom tisztelni, hogyha Don Hutchinson érában szívta magába. Nyilván azok a City szurkolók, akik akkor lettek azok, amikor apukájuk, mint a 80-as években oda vitte ki őket, és akkor megszokták, hogy ők egy másodosztályú vagy a bennmaradásért küzdő első osztályú csapat. Hát azt, ne kelljen bocsánatot kérniük azért, hogy most nyakon öntötték. De jó, de Magyarországról, hogy lesz valaki City szurkoló. Azért mondom, hogyha valaki a Hutchinson érában, ott a Championship-ben, vagy aki MTP-ben, akkor hogy hívták a 90-es évek közepén, beleszeretett, mert mit tudom én,
az oké. Okay. A saját nevemben tudok beszélni, hogy ugye nagyon népszerű a FIFA játék a különböző platformokon. Én a FIFA 2000-ig nem is tudtam, hogy létezik Manchester City. Egyszer csak ott voltak a képek, mondom, ezek kik? Ez valami fiók csapat, vagy honnan? Szóval elkezdtem velük játszani, hát mondom, ez nem a Manchester United, hogy pakoltam is őket félre. De valakik mit és is szól, Szilárd? Mit is szól? A milliárdos urak nagyon jól meglátták, hogy ebből egy hatalmas rivalizálást lehet kiépíteni, ami sikerült is egy 15-20 év alatt. City létezett, a 80-as évek közepén is pendíztek az első és a második vonal között, aztán én meglepődtem, én egyszer voltam United meccsen az ETE kapcsán, ahol viszont a városban nagyon sokan azt mondták, hogy az igazi csapatuk az a City, ugyanis hogy a United nézőközönsége jellemzően nem manchesteri a környező települő és a nagyvilágból. Tehát akkoriban akkorára duzzadt az a brand, hogy azt mondták, hogy az igazi manchesteri az City szurkoló. Mint igen, ahogy az első Bayern meccsemen is a 90-es évek közepén azt mondták, hogy oké, hogy a Bayern, de az AC-ről hallottunk, de az igazi müncheni azt mondták, hogy az valószínű a kicsi iráti szimpátia, vagy a gyengébb, ez is azt mondták, a Bayern is egy világbrend, egy tradíció, de az Aktien Zexig, a kék-fehérek, az igen. Szerinted te most is a Gászert akarod megmagyarázni. Azon már túljutottam, lelkileg azon már túl vagyok. A kis csapat. De az biztos, hogy például a Dortmund-Bayern viszonylatában, amikor jött a Joachim Watzke is, aztán volt 150 millió euró mínusza a Dortmundnak, a Bayern München volt az, akik adott nekik nem csak kölcsön, pénzt is adott, hogy életbe tudjanak maradni. Tehát volt a Dortmundnak szintén egy olyan igény, hogy akkor Everton 45 millió euró, meg olyan vásárlásokba bonyolódtak, és aztán kiegyenesedtek, jött a Kloppér, amikor mindent megnyertek, a BL döntő kivételével, de az biztos, hogy a Bayern München tényleg teljesen más jellegű építkezés, és én azt becsülöm bennük, hogy ők nemet tudnak mondani, hogy most is egy messzire, korábban is voltak olyan játékosok, akik annyit mondtak, hogy ennyit mi nem adunk ki, és felborítanak a klubon belül erőviszonyokat. Most is már vannak ott nettó 20 millió eurós jövedelmek, amik szerintem túlzásnak számítanak. Mondjuk ki a német paks. A reálisan gazdálkodó. De az biztos, hogy nagyon komoly pénzzel gazdálkodnak, a legszervezettebb futballklub szerintem, ami létezik, de ott nemet tudnak mondani. Tehát egy nagyon komoly üzleti kör van mögöttük, bár sportklubként működnek, de ott az arányok helyen vannak, és ezért tudnak majdnem minden évben BL elődöntőt, döntőt játszani, és alkalmas így nyerni. Tényleg, ha megnézzük az elmúlt 20 évet, talán pont a Bayern München az, amelyik a nemzetközi, tényleg a, most már ugye top 5 bajnokságról beszélünk, de mondjuk a top 4 bajnokság élcsapatait, ha megnézzük, akkor a Bayern München szerintem a legstabilabb. Akár a bajnoki szereplés tekintve, akár tényleg a nemzetközi kupát tekintve. Egyébként ez egy érdekes téma lenne, még majd egyszer beszélgethetünk róla, hogy miért van az, hogy tényleg kimész, és tényleg München, Berlin, ilyen nagyvárosok, vagy tényleg fővárosok, és ott mindenkinek van egy identitása, vagy nagyon sokaknak van egy identitása a labdarúgás kapcsán. Pesten azért fölmennél, és de eleve 10-ből nagyon kevés embernél találná olyat, hogy ő azt mondaná, figyelj, én hát MTK-s vagyok, én fradista, tehát hogy más ez az identitás, ugye nálunk azért sokkal több a csapat is. De azért beszélj még egy kicsit itt a végén Cristiano Ronaldóról, ugye hazatért Manchesterbe, portugálként. United, ugye? A United vagyok. Eltévesztett a házszámot. Te többet nem jössz. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyébként ez egy etetés szivatás volt-e a Citynek, vagy a City felé a Ronaldótól. Mert én nem tudom képzelni azt, hogy valaha is tényleg komolyan gondolta azt, hogy a Citybe igazoljon. És szerintem a City sem gondolta őt komolyan. Egyre többször hallom, hogy a hajnali telefonbeszélgetés Alex Fergusonnal, hogy az győzte meg. Ezt nem fogjuk megtudni tényleg a teljes igazságot. Mint a Messi kapcsán is. A Messi most még mindig kap nettó 35 millió eurót, ami nem ugyanaz a barcelonai 80 plusz 20-szal, de itt az üzlet itt a döntőért, független az érzelmektől. Ronaldo kapcsán a mezelodásból, ha igaz, már nagyon jó számlát. Nem egy akkora, tehát ugye 11 milliót fizettek ki, aztán majd még 3 év fizetik Ronaldo 25 milliós vételárát, de hogy egy hét alatt visszajött az ára. Végülis Ronaldo óta a Manchester United gyakorlatilag nem nyert semmit, egy Liga kupát nyert Mourinhoval, ami a korábbiakhoz képest Európa nem egy nagy szám. Európa Ligát is. Meg Liga kupát is. De ha azt veszük, hogy azért stabilan BL döntős klubként, ez most már vékony a bajnokságban is, most kikiáltottak őket esélyesnek, egy Chelsea biztos, hogy
úgy gondolom, hogy szakmailag jobban építkező, erősebb klub. A City is, Arsenal nagyon rosszul kezdett, de azt is egy komoly klubnak gondolom. De az biztos, hogy itt szempont az, hogy a Ronaldóval visszatérhet esetleg a sikeres éra, legalábbis annak a lehetőségét akarták ezzel szerintem megteremteni. Nyilván még mindig a legerősebb rend az egész futballvilágában Cristiano Ronaldóé, és a Manchester United azzal, hogy őt visszaigazolta, ráadásul úgy, hogy a saját játékosa volt, itt lett ismert futballista, adott tényleg a futballromantikának is, a brandnek is, tényleg üzletileg is óriási haszon. Én egyedül vitatkoztam Tomival, hogy én azt nem látom, hogy a Manchester Unitednak valóban Cristiano Ronaldóra van szüksége ahhoz, hogy ezt a bizonyos újabb lépést, vagy visszakapaszkodást, vagy a legmagasabb csúcsra meg tudja tenni. Nem hiszem, hogy akár a Premier League-ben, akár a Bajnokok Ligájában tudnak nyerni, és nem feltétlenül Ronaldo hiányzott ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Most tényleg nem adatokkal, meg nem akarok segni statisztikával. A Unitednak így is nagyon sok gólja volt, tehát megrúgta a maga gólszámát, viszont nem volt elég jó minőségű helyzete, amiből ezek a gólok születtek, tehát jóval túllőtte a helyzetei minőségét gólban, és Ronaldóval gólszám jött, nem helyzetminőség javulás, tehát most annyi lesz, hogy ugyanazt a gólt majd Ronaldo fogja rúgni, mert egyébként biztos vagyok benne, hogy a maga 25-30 gólját meg fogja lőni a szezonban. Csak nem biztos, hogy a csapat ezáltal előrébb lesz játékban, hatékonyságban, mert Ronaldo nem hoz létre helyzetet, ő igényli a helyzetet, amit mások megcsinálnak neki. Ebben jó, hogy ezeket most be fogja fejezni. Egy kicsit azért fáj a szívem Greenwoodért, aki szerintem a jövő embere, ki fog szorulni. De Greenwoodnak a posztja igazából Sancho posztja. Tehát, hogy... De Sancho is játszani fog, tehát valakinek... Kiket, tehát, hogy Cavani lesz az, aki még kevesebbet fog játszani, én azt gondolom. Ugye Solskjaernek most megvan a fejtörés, mert ugye tényleg ott van Lingard is, akit ugye már a kiutált fél Manchester kölcsön adták a West Hambe, és szárnya kapott, és tényleg még az angol válogatottban is, és most is ugye beszállt és gólt rúgott, Ronaldo mellett ugye. Próbálkoztak, hogy csatárok volt a Martial, a Rashford. Hát a Martial akit... az előbb-utóbb Kisvárdán köt ki. Szépen lassan mindenki megérkezik a magyar bajnokságban, de az biztos, hogy azt a minőséget nem tudták hozni. A Glazer család miután megvette a Manchestert, elég ellenséges hangulat alakult ki körülöttük, mert az eredmény, a bevételek, a számok jók voltak, de az eredmények nem jöttek, de ugyan a teltházat produkálták, és a szurkolók most már eredmény szeretnének. És itt a lelküknek kellett szerintem Ronaldo, mert is valahol a világfutballban... Nem gondolnám egyébként, hogy a Glazer családot ez érdekelni a lélek. Tehát ők tényleg úgy voltak vele, hogy ők a pénzt nézték, hogy akkor is megvan az a haszon a Uniteden, hogyha hatodik és Európa Liga, mint hogyha belepumpálnak még 200 millió eurót, vagy ugye mai viszonylatokban, vagy pandémia előtti viszonylatokban mondjuk évi 500 millió eurót, és mondjuk BL győzelemre esélyes, mert ugye BL-t nem tudsz nyerni tutira, tehát az BL győzelemre esélyes csapatod van, ugyanaz a vége. Csak az egyikbennél beletolsz 500 milliót, a másiknál meg nem. Hát nem tolták bele az 500 milliót. Szólják közbe, Szilárd. Közbe kell szólnom. És hangosan. Hangosan. Tehát a helyzet az, hogy ugye több mint 20 éve vagyok már Manchester United drukker, és nem a 99-es BL győzelem hatására lettem az, hanem pont még 98 őszén. A lényeg az, hogy én azt látom, hogy a csapatnak most lehet egy olyan merítési lehetősége, mármint a gólszerzőkre értem, ami annak idején volt mondjuk a Cole York, Sheringham, Solskjaer viszonylatban, egy Cavani, Cristiano Ronaldo, Greenwood, Rashford párhuzamban, viszont nem vagyunk még két csapat szinten, mert ugye látjuk, hogy Varánnak még egy kicsit szokni kell azért, a középpályának ismét össze kell szokni, viszont a rotáció az nagyon is jól működhet szerintem, és visszacsatolva egy kicsit Zoli mondandójára, szerintem nem Ronaldo fogja meglőni azt a gólt, amit eddig a többiek meglőttek, hanem esetleg én azt remélem legalábbis, hogy a Ronaldo azt a plusz egy gólt fogja meglőni, ami minden esetben esetleg a győzelemhez kell döntetlen esetén. Egyébként könnyekig meghat, hogy most már a Kaiser Tomi mellette is két csapatról tudsz többes elsőben beszélni. Fradiról meg a Unitedról, annyira jó. Én csak át akartam érezni a helyzetet, a magyar focit egész szépen szeretem, és legjobban a Vidit természetesen. Annyi még talán ezekről az igazolások, hogy Messi, Saint-Germain, illetőleg Ronaldo, az a számomra a csoda, és ez a két ember azért óriási korszakos futballista, mert 36 illetve 34 évesen uralják még mindig a világ futballt. Tehát ezen a szinten már elkezdtek levezetni, és ezek az emberek még mindig diktálhatnak, és feltételeket szabhatnak, hát és tőlük várják a megváltást. Mindig van, aki kifizet értük egy rohedli pénzt, és egyébként igazad van, nyilván a két kimagaslóan legjobb futbolistája az elmúlt 15 évnek,
De nem zárszónak, bár lehet, hogy az lesz. Én néztem ezt a női Roland Garros US Open döntő teniszben, egy 18 éves és egy 19 éves lány játszott, és azt jutott eszembe azzal együtt, hogy semmi párhuzam nincs, hogy én már annyira várom azt a korszakot, amikor tényleg az általam is imádott, az én szurkolói korszakomnak is meghatározó egyéniségei elmennek nyugdíjba, és jön egy új éra, mert én már végtelenül unom, hogy Messi vagy Ronaldo nyeri az aranylabdát, hogy Federer vagy Nadal a nagyobb teniszező. Mindegyiket jó nézni. Pedig Djokovic. Mindegyik imád, ő is beletartozik. Tehát, hogy jöjjön már az a sportban, jönnie kell egy generációváltásnak. Beszéljünk már másról. Nem egészséges, hogy mindig két ember, a futball milliót szórakozása. Ez dőljön, de Ronaldo előzze meg Messit, és aztán lapozzunk. Így van, hát ugye Geri nevél szerint megelőzte. Foci volt ma csak, ilyen sem volt még szerintem itt a kezdőkörben, de hát gyakorlatilag Kisvárda, Gászer, Videoton, Ferencváros, Bayern München, Manchester United, Ronaldo. És közben Ronaldo, ki sem mozdultunk a kezdőkörben. Ennyi. Ugye? Így van, és közben ki sem mozdultunk a kezdőkörben. Tehát széles volt a perspektíva. Ígérjük, hogy legközelebb majd tényleg lesz szó más sportágakról is. Most egy picit elkalandoztunk a labdarúgás irányába, de jövő héten majd ismét lesz kezdőkör. Addigra már túl leszünk a hokisok rajtján, az első hazai kézimérkőzésen, tehát lesz majd tényleg miről beszélni. Lehet, hogy akkor majd meghozzuk azt a döntést, hogy fociról csak 10 percet, azt nem lehet, hogy nem. Úgyhogy én köszönöm szépen Somos Zolynak, Farkas Szilárdnak és Horog László úrnak, hogy emelte az est fényét. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Önöknek pedig a figyelmet, viszontlátásra. Press start.